korszerűen élnek, nem idegen tőlük a lékúra és a mély izomtorna, de közben őrzik a hagyományokat is, legalább kettővel több népdalt ismernek például, mint amit kötelező az iskolából. Hály János a svábhegyieket bemutató ironikus írásából Berces László idézett azon a különleges diátadon, amelyen a népszerű író átvehette a díszpolgári címet. A program első részében az ismert rendező és a József Attila díjas író beszélgetése sok érdekes és vidám epizóddal ismertette meg az érdeklődőket az 1970-es évek vidéki Magyarországáról és Hály János hegyvidékhez fűződő kapcsolatáról, az ide kötődő otthonosság érzéséről. Nem csak a híres író kapja ezt a díszpolgári címet, hanem a Vámos Mikolai fiú is. Az elismeréstől meghatódott Hály János humora a díj átvételét követően is felvidította a közönséget. Gondolkodtam rajta, hogy egy köszönömön túl tudok-e menni, mert ez egy nehéz szerepkör. Csak arra gondoltam, hogy van egy novellám, ami itt kezdődik a Gesztenyéskert parkolójába, mert ott ingyen lehetett parkolni. Aztán, mikor drámát írtam belőle, akkor áttettem a normafához, mert ott lehetett még ingyen parkolni. Most, hogyha operát írok majd belőle, akkor a díszpolgár változatot fogom megírni, mert a díszpolgár mindenütt ingyen parkol. A most már az egész hegyvidéken ingyen parkoló Hály Jánost kortársként és olvasóként is köszöntötte a kerület polgármestere. Bogyós gyümölcskertész fia az rólunk szól, a mi generációnkat, a mi kamaszkorunkat, a szerelmeinket idézi föl. Ahogyan nagyon sokak lelkéből szól a Nehéz című darabja, aki vidékről jön, Budapesten próbál gyökeret ereszteni, megkapaszkodni, és hogy ez tényleg milyen nehéz. És a többi könyv is, a Mamikám, a Cégvezető, amit itt ma egy monodráma formájában majd megnézhetünk. Ezek jó és meghatározó munkák a mai magyar irodalomban, és tényleg büszkék vagyunk arra, hogy nem csak gimnazistaként tanult itt Hály János, hanem most már hosszú évek óta itt lakik, itt is dolgozik, és hát arra is büszkék lehetünk, hogy most már ő a hegyvidék díszpolgára. Fonti Krisztina ez esetben nem csak alpolgármesterként, hanem hálás olvasóként is érkezett a díjátadóra. Először találkoztam most Hály Jánossal, pedig tulajdonképpen ugyanazokat az utcákat és ugyanazokat a köröket róljuk, hiszen én is itt lakom lent a Németvölgyi úton közel ahhoz a körhöz, ahol ő is lakik, és aminek is a hétköznapokat jelenti, és nekem is. Ugyanakkor a művei azok már nagyon régen magukkal ragadtak, nagyon nagy örömmel nézem is a darabjait színházban, és nagyon gyakran olvasom a könyveit, és ezek komolyan nagyszerű élményeket jelentenek a számomra. Úgyhogy tulajdonképpen én ezeket a katarzisokat jöttem ma megköszönni. Az ünnepi rendezvény végén egy újabb katarzissal gazdagodtak a nézők. Hály János a Cégvezető című művét láthatta a közönség.